Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a kurzusunk, mint tudjuk, Jézus Krisztusról szól, ez az úgynevezett krisztológia, és az egész esztendőt, iskolaévet ennek szenteltük, már a múlt szemesztert is, most is, és miután Szent Tamás, Aquinoi Szent Tamás, a középkornak mindenképpen, de az egyháznak is egyik legnagyobb teológusa, szükségképpen hosszabb időt töltöttünk vele, még most is egy pár alkalmat, hiszen kevéssé ismeri őt, nem csak az átlag hívő, hanem most már lassan odajutunk, hogy a fiatalabb teológus nemzedék is, hiszen kevéssé épül a mai teológia az ő munkásságára, bár szokták idézni. Most azt a témakört veszem elő, ami ugyan nem ünnepelhető a virágvasárnap miatt, gyümölcsöbotot boldogasszonynak mondjuk mi, az angyali üdvözlet más néven, de inkább így kellene mondani, hogy az ige megtestesülésének az ünnepe, sok szép neve van, és ezért, bár Nagybőjtben és annak is a végén vagyunk, mégis az ünnep időszerűsége miatt, ami liturgikusan majd csak húsvét után lesz ünnepelve, erről szólnék a megtestesülésről, Szent Tamás gondolataival. Mint tudjuk, a március 25-e fölvett dátum, visszaszámlált 99 hónap december 25-höz képest, és maga december 25 is fölvett dátum Jézus születése, egy pogány ünnep idejének a napjára tették a keresztények, viszont március 25 egyes számítások szerint nem csak Jézus fogantatásának a liturgikus ünnepe így, hanem még az is elképzelhető, hogy Jézus halálának a napja is, az akkori időszámítást figyelembe véve, ami aztán ugye beletorkolott a húsvétba. És ahogy itt a megtestesülés alkalmával az Isten belenyúlt az anyagi világba, mert nem természetes módon fogantatott Jézus, Szűz Mária Szentlélektől fogant, ugyanúgy a föltámadása is egy isteni belenyúlás az anyagi világba, mert az ő föltámadása az a megdicsült test formájába történt. Tehát ilyen formán rokon ez a két hatalmas ünnep, a megtestesülés és megváltás ünnepe, mindenképpen az anyagi világgal is kapcsolatos. Szent Tamás a tőle megszokott aprólékossággal nagyon sok kérdést tett föl a megtestesülésnek a kapcsán Jézus helyesebben az Isten második személyének, miért kellett emberi testet fölvenni, az miként történt, milyen következményei voltak. Én most csak a kérdéseket olvasom föl, mert nagyon sok kérdést és elég sok kvesztiót szánt ennek Szent Tamás, és utána megpróbálom összefoglalni, legfeljebb egy nagyon rövidke részt olvasok föl az eredetiből. No tehát, ilyeneket kérdez Szent Tamás, az angyali doktor. Vajon célszerű volt-e, hogy Isten megtestesült? Vajon szükséges volt-e az emberiség megváltására, hogy az Isten ige megtestesüljön? Vajon Isten akkor is megtestesült volna, ha az ember nem vétkezett volna? Ugyanis vannak olyan nézetek, és már akkor is voltak, gondolok itt egy ferences tudós, a Dunszkótuszra, aki azt mondta, hogy a bűn nélkül is, ha nem követett volna el bűnt az ember, akkor is megtestesült volna. Aztán a második kérdéskör. Vajon a megtestesült ige egyesülése a természetben történt-e? Itt nem a
pusztaságra gondol, hanem az isteni és az emberi természetnek az összekapcsolására. Vajon a megtestesült ige egyesülése a személyben történt-e? Ugye, mert Jézus Krisztus második isteni személy. És ugye mi magunk is személyek vagyunk, de ezt majd vitatni kell, hogy Jézus volt-e emberi személyiséggel. Lélek, az biztos volt benne, emberi lélek. Aztán föltette a kérdést, hogy a továbbiakban, hogy vajon az emberi természet minden másnál alkalmasabb volt-e, hogy Isten fia fölvegye azt, hogy esetleg miért nem más formában. Mi mondhatnánk ilyet is, hogy nem, hogy valami égi lény formájában. Vajon a megtestesülés jobban illette a fiúhoz, mint az atyához, vagy mint a Szentlélekhez? Hogy a Szent Háromság melyik személyéhez volt kötött, vagy bármelyik? Aztán utána, amikor már elfogadja ezt, hogy egy személyben egyesül a két természet, vajon az Isten fia igazi, valódi testet vette föl? Vajon az Isten fia vette föl lelket? Vajon az Isten fia vette fel értelmes lelket? Ennyire aprólékos és finom kérdéseket tesz föl Szent Tamás, és miután megállapítja, hogy teljes ember volt, akkor utána elkezdi, itt ezt már nem is sorolom, hogy volt-e Jézusban remény, hit, szeretet, milyen formában volt. Meg voltak-e benne az erények? Volt-e benne bűn? Ugye kísértés szenvedett, és így tovább. Tehát ezek a kérdések előkerültek, és ő ezt úgy taglalja, hogy ahogy szokása volt, hogy először úgy tűnik, hogy nem, és akkor utána mondja, ám de. És akkor a végén kihozza azt a választ, ami számunkra a katolikus hittel egyenlő legtöbb esetben, hiszen ő egyház doktor is, akinek a tanítása abszolút hiteles. Egy-két dolog az egyház doktorokra sem vonatkozik, hogy az mindig ortodox kell, hogy legyen. Abban az esetben, ha volt egy vitatott teológiai tétel, és csak később hozta az egyház valamelyik zsinaton hittételként, annak előtte lehetett többféle véleményt mondani. Na most én ezekre a kérdésekre a szumma alapján így egy egységes választ szeretnék adni. A szummának az első része az magáról Istenről szólt. A második rész pedig arról, hogy az embert, a teremtett világot Isten vissza akarja magához vinni. És itt lép be Jézus Krisztus személye a második részbe, méghozzá ott is, hát a, így mondjam, a terciában, a harmadik részbe, és azt mondja, hogy Jézus Krisztus lehetővé tette az atyához való visszatérést. És ennek a visszatérésnek nem csak útmutatójává vált, mint amikor kiáll a rendőr és azt mondja, erre kell menni, hanem útjává lett. Hogy ő ezt a visszatérést olyanná tette, hogy vele lehet azonosulni. És hát ugye ebben benne van az is, hogy benne a bűnök bocsánata, az üdvösségnek az elnyerése, és Szent Ágostonnal kezdi, ő nagyon szerette Szent Ágostont is, és hát a többi nagyokat, hogy ezzel kezdi, hogy az Istennek föl kellett kelteni az emberben a reményt, hogy a szeretetre vágyakozzék és a szeretetét elfogadja. És hogy lehetett jobban fölkelteni a reményt, mint azáltal, hogy eljött közénk? Ugye látható formában Jézus Krisztus megtestesülésével. Ezt egyébként maga a Szentírás, János evangéliuma egyértelműen tanítja, és az ige testélet. Na most én váltakozva használom az ige és a logosz szót.
Tehát a Szent Háromság személyeit, amikor definiálta, már a zsinatoknak az eleje is, így például Nicea is, akkor azt mondta, hogy van az Atya, van a Fiú, csak hogy a Fiúnak ezt a nevet is adta, hogy Ige, görögösen Logos, hogy az Isten kimondja önmagát, és oly tökéletesen mondja ki önmagát, hogy az tükörképévé válik, és ő lesz a Fiú. És a kettejek kapcsolata, a Szentlélek az a teremtő szeretetét adja. No tehát, azt mondja, hogy a Fiú, az egy látható bizonyíték lett, a megtestesülés látható bizonyíték lett. Most itt én arra részleteibe talán nem térnék ki, mert az ünnep főként a magyar nyelv megnevezésében erőteljesen Szűz Mária szűzi foganását hozza elő, hogy az ige testélőn, hogy az angyal szavára igent mond, és miért kellett ennek így történnie? Ugye egyáltalán elfogadható-e a szűzi születés? Szent Tamás mondja, hogy hát két dolgot nagyon nem tud elfogadni az ember, érdekes akkor is, hogy szűztől szülessék valaki, és azt se tudja elfogadni, hogy föltámadjon. Ez is az emberi testtel kapcsolatos, hát ő rámutat Isten hatalmára, és a mai teológiai gondolkodás azt mondja, hogy a szűztől születés csoda, de ennek azért kellett így történnie, hogy Jézusnak a megtestesült igének egyetlen egy atya legyen. Tehát, ha van neki egy földi atya, akkor az valamiképpen közibe állt volna a mennyei atyának, mert ő az atyát kizárólagosan az Isten első személyre mondta. Másrészt benne van az is, hogy nem az ember viszi végbe a megváltást. Hogy éppen azáltal, hogy így rendkívül természetfölötti módon fogant Mária, ez az Istennek a hatalmát és az Isten művét jelzi. Ugyanis az ember nem tudja megváltani önmagát. Ez hosszú kultúrtörténeti elmélkedésre nyújtana alkalmat, hogy valójában az egész emberi történelem másból se áll, hogy meg akarja önmagát váltani az ember. Nem így mondja, hanem hogy jobb sorsa legyen, hogy eléri a tökéletes társadalmat, hogy komfortérzete legyen, és így tovább. Minél később halljon meg, vagy talán sose halljon meg, mert majd az orvostudomány ezt is megoldja. Tehát végül is az egész emberi civilizáció erre megy ki, hogy az ember szeretné föloldani a betegségnek, a halálnak a bilincseit, megváltani önmagát. Na most, ugye ezt nem tudjuk megoldani, és ezért is a végleges megoldás Jézus Krisztus személyében, az az Istentől kellett, hogy eredjen. Amikor Jézus Krisztussal találkoznak az emberek, és ez az evangéliumokban tetten érhető, ők nyilván első látásra egy embert látnak. De kezdettől ott van benne mindaz a sajátság, ami felül emelkedik az emberi képességeken, nem csak csodáira gondolok, hanem arra az öntudatra, hogy ő beszél, hogy mondatott a régieknek, én mondom nektek, az Istennel, az Atyával egynek mondja önmagát, tehát ők ezt úgy próbálják összeilleszteni, és hát nem tudnak mindjárt pontos választ adni rá, csak mondják, hogy Isten fia volt, ugyanakkor látták, hogy sírt, látták, hogy elfáradt, látták, hogy szenvedett, és így tovább. Tehát keresi aztán a teológia, hogy hogy kell nekünk ezt fölfogni, az Isten fölvesz egy emberi természetet. Eleve nagy dolog, illetve fölfoghatatlan ésszel, hogy a végtelen Isten a véges emberi természetet veszi föl. És hogyan tud ezzel kapcsolódni? És akkor
ha egyszer emberi természetet vet föl, mi itt nem azt értjük az emberi természeten, mint hogyha valaki azt mondja, hogy na hát ez ilyen, mit tudom én, morcos természetű, vagy haragvó természetű, az a természetnek csak egy sajátság, hogy valakinek ilyen jellemvonása van, hanem itt az egész emberséget értjük rajta, az emberi természeten, amiben benne van a test és lélek. Ugye már Arisztotelész mondta, nincs benne a lélek, akkor csak csont meg hús. Tehát valahol együtt kell lenni a léleknek és a testnek a legszorosabb egységbe, és ezt átveszi Szent Tamás is, hogy vannak olyan egységek, amelyek szubstanciális egységek, tehát lényegi egységek. Bennem lényegi egység, és mindegyikünkben, hogy van testünk és lelkünk. Ez lényegi egység. Aztán vannak járulékos egységek is, ugye mondja a tudós, azt mondja, ha én a vizet elkezdem a hővel melegíteni, abból forró víz lesz meg gőz. Egység az, de az egy járulékos egység, mert lehet így is, lehet úgy is. Jézusra egy sem vonatkozik, hanem ott a személyben való egység az, ami őt összeköti. Itt azért nem tudom nélkülözni, hogy egy rövid részletet ne olvassak Szent Tamásból, amikor az emberi természetnek az egységét keresi, hogy az Istennel való egységét. Na, azt mondja, hogy, ja, hogy ő benne, vagy Szent Tamásban az összes nagy zsinatnak a meghatározása elevenen ért. És ezért hozza is a kalkedoni, vagy mi, ahogy szoktuk mondani, kalcedoni zsinatot, hogy az idők teljességében Isten egyszülött fiát két természetben kell vallanunk és elismernünk, össze nem elegyítve, változatlanul, meg nem osztva, szétválaszthatatlanul, a természetek különbsége az egyesülés ellenére megmarad. Az egyesülés tehát nem a természetben történt, mondja Szent Tamás, a kalcedoni zsinatot kiegészítve. Mi a kalcedoni zsinatból a nagy hiszek egyet vesszük, de az csak egy kivonata a meghatározásnak, hogy Isten az Istentől, világosság a világosságtól. És azt mondja, hát hogy lehet így akkor a természetben miféle egyesülések vannak? Azt mondja, hogy hát vannak ilyen természetes egyesülések, ez csak, hogyha például puszta összehalmozás, vagy elrendezés, vagy pedig az alak. Így például, ha sok követ minden rend nélkül összedobálunk, kőrakás keletkezik. Ha azonban a követ és a fát bizonyos rendben elrendezzük, és a bizonyos rend szerint állítjuk össze, akkor ház jön létre. Némelyek így gondolták, Isten és ember egyesülését a megtestesülésben. Amikor kövek összedobálását mondja, hogy akkor minden rend nélkül, csak úgy találomra történt. Mások szerint bizonyos rend is érvényesült a két természet egymáshoz való viszonyába. De ez nem lehetséges, mondja Szent Tamás, ezt ki is fejti később. Na de azt mondja, nem is lehet úgy összeolvadnia, és itt megint mond egy példát, voltak, akik azt állították, hogy az egyesülés ilyen egybeolvadás eredménye, hogy az Isten és az emberi természet összeolvad. Ám de ez sem lehetséges. Először azért, mert az isteni természet teljesen változhatatlan. Ezt az első részben tárgyaltuk le. De nem is tud mássá átalakulni, mivel elenyészhetetlen. Más sem tud belévegyülni, mert semmi sem adható hozzá. Harmadszor azok között, melyek teljesen különböznek egymástól, nem is lehet egyesülés. Az egyik egyszerűen maradéktalan fölszívja a másikat. Így vész el a csöpp víz egy hordó borban. Ezért sem lehet tehát az összevegyítés. Az isteni természet ugyanis végtelenül fölülmúlja az emberit. Így az egyesülés helyett csak az isteni természet marad meg. Tehát ha fölvenné, ugye vannak a koptok, akik sokat szenvednek ott Egyiptomban, és nagyon közelednek hozzánk, mert ők katolikusok, de monofiziták.
Mert önálluk Jézus Krisztus istensége fölszívta az emberségét. Tehát mondják azt, hogy ember, de annyira, hogy tökéletesen átjárt, hogy megszűnt az embersége. Mi pedig azt mondjuk, hogy megmaradt az embersége. Ugye az kérdés volt, hogy teste, lelke, az hogyan volt Jézusnak? Ugye, teste, az mindenki előtt látható volt. Meg lehetett feszíteni, meg lehetett ostorozni. A lelke is, azt mondja Szent Tamás, éppen Arisztotelész nyomán, ha valakinek nincs lelke, az csak hús, meg csont, meg biológiai valóság. Kellett emberi lelkének lenni. És amikor Jézus azt mondja a Getsemáni kertben, hogy szomorú az én lelkem, mint halálig. Ott az emberi lelkével érezte ezt át. Tehát, mert teljes emberségével. A kérdés az, hogy emberi személyisége volt-e neki, ezt föltettem már Szent Tamás. Ugye a személyiség szót, a személyi szót, azt a zsinatok fogalmazták meg. És ez is a kereszténységnek egy csúcs teljesítménye az ókorban. Tudnék, az ókori ember nem tisztázta a személy fogalmát. Nem mondta azt, hogy az a rabszolgai személy, az csak tárgy volt, mert el lehetett adni. Tehát az nem volt személy. Különbséget tettek, egyszerűen majdnem ilyen jó rasszista módon, hogy az nem is ember talán. Kereszténység kimondta, hogy azok is emberek, személyek. De igen ám, de a személyben benn van valami önmagában megálló dolog, hogy én személy vagyok, ugye? Tehát különbözök mástól. Na most, hogyha Jézusban az emberi személy önmagában megálló lett volna, akkor szétvált volna isteni természetétől. Viszont az megegyesült vele. Ő neki isteni személye volt. És az isteni személyén keresztül fejezte ki önmagát. Az emberi természete ráhangolódott az isteni személyre. Teljes emberi természete volt, de az kifejezőjé vált isteni személyének. Nehéz dolog, de csak így értelemszerű. Mert ha Jézusban két személy lett volna, isteni és emberi, akkor skizofrén lett volna. Ugye vannak olyan elmebeteg emberek, akik egyszer ennek gondolják magukat, egyszer annak. Az isteni személy énnyévé vált. Mi az, hogy énnyévé vált? Így lehetne nagyon egyszerűen elmagyarázni, hogyha én visszagondolok a gyerekkoromra, olyan eseményekre, amire nagyon jól emlékszem, hát nem azt mondom, hogy az nem én voltam. Tehát én tudom azt, hogy amikor iskolába mentem, az én voltam. Ugye? Tehát ezt mindenki el tudja mondani, hogy amire visszatudom, az én voltam. Vagy ami tegnap történt velem, az is én voltam. Ez az embernek az énje. Hogy én tudom, hogy az voltam. Jó, átalakult sok minden biológiailag bennem, de az én vagyok. Ez az énje. Most a Jézus Krisztusban, a megtestesültben az isteni személy fölveszi az emberi természetet, azon keresztül fejezi ki önmagát, és az emberi természet rá irányul az isteni személyére. És hát így ez a hipostatikus egység, így mondják. Mert személyi görögösen hipostázis. És ugye megint egy műszó, amikor azt mondjuk, hogy Jézusban Isten és ember egy, ez a unió hipostatika. Ezt így mondjuk. Unió hipostatika. És ezért a Mária, miután Jézus emberségét adta,
És miután az emberség és istenség Jézusban el nem választható, ezért kimerte mondani azt a zsinat, hogy ő a Theotokosz, az Isten szülő. De nem olyan értelemben, hogy még Isten se volt, és ő meg már volt Mária, hanem éppen a személyi egység miatt. Mert voltak olyanok, akik azt mondták, hogy ő csak az embernek az anyja. Nem. Ő a személyi egységben meglévő második isteni személynek. És már Ágoston észrevette azt, hogyha az isteni és emberi természet egyesült, az nem lehetett valamikor az élete folyamán Jézusnak. Azt mondják, hogy a keletkezésében. Ugyanis voltak olyan eretnekségek, akik azt állították, hogy Jézus olyan volt, mint a többi ember. De eljött egy pillanat, nevezetesen mondjuk a keresztség ideje, amikor kijelenti a mennyei hang, hogy ez az én szeretett fiam, bennem kedvem telik, azt mondták azok az eretnekek, hogy innétől Isten fia. Addig csak ember volt. Igen ám, de ilyen nincs. Tehát, hogy valaki ember, aztán közben Istenné válik, hanem egység van benne kezdettől. Ezért kell datálni a fogantatás pillanatára a megtestesülést. Tehát, amikor mi ünnepeljük Gyümölcsoltó Boldogasszonyt, azt az aktust ünnepeljük, hogy Isten megfogant emberi formában, Szűz Mária méhében. És ezért is az emberi életet mi innétől datáljuk, mi keresztények. Tehát azt mondjuk, az emberi élet innét kezdődik, és nem a születéstől. Na most ezt nem lehetett fölvenni, tehát Jézus számára az isteni természet nem olyan volt, mint az én zakóm, hogy fölveszem, hanem csak a keletkezéstől lehetett ez. Ugye, egy ilyen, ez ugye a misztérium és titok, mert ez nagyon nagy titok, de mégis, ugye, ezt lehet vallani teljes ortodox hittel. És amikor Jézus emberi természettel megáldva születik meg, nem egy harmadik személy, hogy volt egy isteni személy, meg egy emberi személy, és lett egy harmadik. Nem. Ő egy személy lett, és ezért nem szubstanciális egység, amit mondtam, hogy testem, lelkem kiad egy embert, vagy nem ilyen járulékos, hogy víz, meg meleg a gőz, ugye? Hanem személyi egység az, hogy ő megmarad isteni személynek, és az emberi természet az ő énjének a kifejezőjévé válik. Ez óriási, óriási hittitok, és azért is, mert Isten az Isten, a teremtmény pedig teremtmény marad. De a logosz az ige személyébe fölvételt nyert. Éppen ezért Jézus Krisztus emberi természete minden emberi természettől különbözik. Tehát, mert ő az Isten fia, bár mindenben hasonlóvá lett hozzánk. Ugye a teremtmények, amik a világban láthatók, azok nem függetlenek az Istentől, de ugyanakkor mégse azonosak vele. Valamiképpen vetületei. Mert ha azonos volna a nyárfa, meg a föld az Istennel, aki teremtette, akkor mi panteizmust vallanánk. Ugye? A panteizmus az, hogy mindenben ott van teljes valóságában az Isten. És nagyon sok ilyen vallás van most, hogy ugye, mondják, hogy Petőfi valószínűleg panteista volt. Ilyen kijelentéseiből, hogy ó, természet, dicső természet, mely nyelv merne versenyezni véle? Tehát valakiképpen a természetét azonosította az Istennel.
Mi azt mondjuk, hogy a teremtett világ nem független Istentől, de csak vetülete lehet. Viszont Jézus Krisztus az már nem úgy teremtmény, mint amígy egy ember az, hanem azonosulta a személyben. És ez egy egyedülálló dolog. Ennek sokféle következménye van. Az egyik az, hogy az emberi világ az is megkapta a fölülemelkedését azáltal, hogy Jézusban az isteni és emberi természet egyesült. Az egész teremtett világra érvényes ez. Mint ahogy mi közös nevezőn vagyunk egymással emberek, és nagyon nagy közös vonásunk, hogy egyrészt a Földből van a biológiai alkatrészünk, de ugyanakkor összeköt bennünket az értelem, a lélek. Már ez is egy közös nevező, de a teremtett világgal mi is már valamilyen formában a közös nevezőn vagyunk. És hogyha ebből a teremtett világból Jézus fölveszi az emberi természetét és vele egyesül, akkor az egész teremtett világ felemelkedik. Ezért mondja a Szent Pál apostol, azt hiszem a Kolosszai levélben, hogy ő a teremtményeknek az elsőszülöttje. Ezt így kell érteni, hogy van a teremtett világ, abban az első, azért Jézus, mert ő megnemesítette, fölemelte az egész emberi természetet. És ugye a teremtés így megnemesül. A kérdés az, hogy volt-e Jézusnak emberi személyisége, ezt így röviden lezártuk, hogy nem lehetett azonoknál fogva, mert akkor skizofén lett volna Jézus, hogy elvált volna az isteni természetétől. Na de kérdés az, hogy a Szent Háromság bármelyik személye megtestesülhetett volna, hogy emberi testet töltsön. Szent Tamás azért marad elsődlegesen a fiúnál, de végül is azt mondja, hogy Isten megtehette volna, hogy bármelyik személye emberi testet öltsön. A mai teológia viszont már rögzíti a második isteni személyhez, mert tükröznie kellett a Szent Háromságban elfoglalt helyét és hát sajátságait a megtestesült isteni személynek. Mi a sajátsága a Szent Háromságban? Ő az Atyától kapta a létét, öröktől, de az Atyával egylényegű. Onnét kapta a létét. A Szent Lélek kettejük közös egymásra utaltságának, vagy szeretetének öröktől fogva származott harmadik személye. De a nevében is benne van lélek. Na most, csak olyan, hogyha egyszer emberré lett, akkor az emberi sajátságokkal hasonlatos módon kellett megtestesülnie. Emberségünkre pedig épp az jellemző, hogy mi mástól vagyunk. Mert szüleink vannak, nekik is szüleik voltak, és így tovább. Benne van ez a függés az emberi létünkben. És Jézusnak is a Szent Háromságon belül ott volt a függése. Ezért mondanám Szent Ágos, vagy Szent Tamás szavaival, célszerű volt tehát, hogy ő testesüljön meg, és ne a Szentlélek, ugyanis a Szentlélek az valamiképpen a szellemiséget idézi. Márpedig mi nem csak szellemek vagyunk, hanem test és léleknek az egységes. Ugyanakkor itt azt mondjuk, hogy megvan a valóság
világos isteni és emberi természete, de az isteni énben. Itt, amikor itt a Szent Tamás hozza hasonlatokat, hogy miféle egyesülések vannak, hogy összedobálom a követ, vagy célszerűen rakom össze az épületbe, vagy beleöntök egy folyadékba egy másikat, az is egy egyesülés. Egyikre se találta azt, hogy jó. Viszont a végén, amikor lezárja a mondatot itt ennek a kérdésnél, akkor azt mondja, egy Krisztus létezik, ugyanis isteni és emberi természetben. Na most, amikor rátér arra aztán Szent Tamás, hogy hát, ha egyszer ember, de ugyanakkor egy ilyen rendkívüli ember, hogyan hatott rá az isteni természet? Olyan kiváltságokat kapott, ami mások számára nem szükségszerű, illetve nem velejárója az emberi létnek. Megszentelődött a maga teremtményi módján. Ugye megszentelődött Szűz Mária is, de Jézus Krisztus, mivel személyiségben van istenségével, megszentelődött. Tamás aztán sok mindent föltesz és kérdezi, hogy hát volt-e Jézusban hit? Hitte? És azt mondja Szent Tamás, hogy nem. Mert a hit az mindig valamiképpen a nem látott dologra vonatkozik. Tehát én nem hiszem, hanem látom itt a fölvevőt. Ha nem látnám, akkor mondanám, hogy hiszem, hogy itt van, mert itt szokott lenni. De látom, tehát nem hiszem. Azt mondja Jézus, látta az atyát. Többször emberi természetében is egy szinte ilyen élményben volt része. De reménynek kellett benne lennie. Mondja, mert nem tudhatta ugye a szenvedése, hogyan történik, föltámadása hogyan történik. Emberi természetében remélte, hogy föl fog támadni. Aztán ugye hát nagyon érdekesen elemzi, egyébként ilyet csinált egy Boros László nevű jezsuita. Csak az mondjuk modernebb pszichológiai eszközökkel emberi sajátságot vett és rátett egy pszichológiai rácsot Jézus viselkedésére, és ő aztán mindig oda jutott ki, hogy hasonlít is az emberre, nem is, igenis, nem is, de mindenképpen más, mint a megszokott emberi viselkedés. Na most, hát ő is így van, végigveszi az erények sokaságát. És hát itt fölteszi a megtestesülésnél a kérdést, fölteszi, hogy hát ennek még kellett így történni? Valóan célszerű volt? Hát nem tette volna meg Isten, hogy megoldja az emberiség mindenféle problémáját. Ahogy megteremtette a világot, ha nem létből a létbe hozta, miért ne oldhatta volna meg? De azt mondja, hát benne van a hiszek egyben is, hogy értünk emberekért. Egy ilyen másokért való léte volt. Csak az Isten hozhatta a kiengesztelődést, ezt már Szent Anselm megoldotta, hogy ha egyszer az ember bűnös, és a végtelen Istent sérti meg, akkor azt végtelen személynek kell kiengesztelnie. Az nem lehetett más, mint Isten, de az Isten nem bűnös, ezért emberi testet, emberi természetet vett föl, mert viszont mi bűnösök vagyunk. És hát azt mondja, hogy ez egy örök meglátása a Szent Tamásnak, hogy egyáltalán, mikor mi megkérdezzük, hogy miért van valami, és miért nincs semmi. Ha van Isten, mondja Szent Tamás, és Isten létezik, akkor az végtelenül jó, és végtelen szeret, annak pedig ki kell áradnia. A jóságnak ez a természete, hogy nem maradhat meg önmagában. Mert akkor az nem jó. Akkor önzés, ugye? A gyerek megeszi önmaga a csokit, akkor önző. De ha megosztja, akkor szeretet van benne. És a jóságnak ki kellett áradnia. És ezért teremtett, és ezért megtestesült, hogy velünk azonos sorsot éljen, és azt mondja, megmutatta a helyes tevékenység példáját. Mert, mondja Szent Tamás, hát mondhatta volna azt is, hogy
eddig Mózes mondott nektek törvényeket, én most egy újabb törvényt küldök egy újabb prófétával, ami már még tökéletesebb lesz, és azt kövessétek. Szóval nem ezt tette, hanem közénk jött, és példát adott. Ahogy maga Jézus is mondja, hogy példát adtam nektek, sőt azt is mondja, hogy tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Márpedig, mondja Szent Tamás, nem lehet oly könnyen elfogadni valamit, ha nem látjuk. Nekünk nagyon nehéz olyan példát követni, amit nem látunk. Ezért neki emberként példát kellett adnunk. És a nem utolsó szempont, hogy egy szent csere történik a megtestesülés által, ő Isten létére emberré lesz. Fölveszi az emberi sorsot, hogy az ember megistenülhessen, Isten fiává lehessen. De ugye Nagy Szent Gergés így mondja, hogy Leos, az ember megistenülhessen. A megtestesülésnek ez volt aztán nem a pozitív oldala. Ugye a negatívot így lehetne mondani, hogy eltörölje a bűnt, kiváltson a bűn rabságából. De a megistenülés az az igazi pozitív célja a megtestesülésnek, hogy az ember rélet, Isten fia, az saját magához hasonlóvá kár tenni. Itt hasonlóvá lett velünk az elesettségben, ott pedig mi leszünk hozzá hasonlóvá az üdvösségben. Hát igen, a megtestesülésnek ez a nagyon rövid, dióhéjszerű foglalata, persze a mai teológia még sok szempontot is hozzá tud tenni, de talán az elmondottak is alkalmasak arra, hogy a középkornak a gondolkodása, teológiája milyen mély volt, hogy milyen kérdéseket föl tudtak tenni az emberre vonatkoztatottan. Na most a március 25, az angyali üdvözlet, gyümölcsoltó boldogasszony, a megtestesülésnek az ünnepe, van egy Szűz Máriás oldala is. Mert valójában a március 25 az jobban Jézus ünnepe, de miután Szűz Mária Jézus anyja elválaszthatatlan tőle. És ezért másodszorban őt illeti a dicséret a maga igent mondja igenével, és hát azzal, hogy beállt az üdvözítő tervbe. És hát a magyar nyelv veszi ezt a szép hasonlatot, hogy a gyümölcsfákat oltják, és egy új gyümölcs terem majd, szóval ez egy gyümölcsoltó boldogasszonynak mondja, hiszen nincsen hideg tél, akkor ilyenkor már pattannak a rügyek. És itt én zárnám egy ilyen gyümölcsoltós verssel, méghozzá Szabó Ferenc jezsuita papköltőnek egy ilyen kis versikéjével, amivel a szűzanyát is köszöntjük. Gyümölcsoltó boldogasszony, sose szűnő dalt fakasszon, ajkamon neved. Bimbót bontó, gyümölcstermő, jessze vessző, haláltölő, istenszülő, Jézus termő, áldott asszony. Sose szűnő dalt fakasszon, ajkamon neved. Hát, Szűz Máriát is köszöntjük ezen az ünnepen, de ahogy említettem is, az idei húsvét miatt, erre majd liturgikus ünnepléssel csak a húsvét utáni hétfőn, vagy fényes hét utáni hétfőn kerül majd sor. Adja Isten, hogy az úrangyalában elmondott imádság a megtestesülésről ezeket a gondolatokat fölé lesz-e bennünk. Úgyhogy most az úrangyalának ezt a záró könyörgését fogjuk elimádkozni. Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Sértessék.